A KDNP ifjúsági szervezete az X, vagyis az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség téli hétvégét szervezett Máté Szalkán. A szövetség a keresztény és nemzeti értékeket képviseli, mint például a család és a nemzet, közölte Tisóczki Flóra alelnök. Fiatalként azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy akár egy iránymutatás szempontjából is egy olyan közösséghez tartozik egy fiatal, hogy akár a programjaink keretein belül, vagy azok a lehetőségek, amiket tudunk nekik nyújtani, előadások, beszélgetések, táborok, bármi ilyesmi, akkor megtalálják egy kicsit a helyüket, és tudjuk őket esetleg segíteni akár az elindulásuk során, a pályájuk kezdetén például. A szövetség minden negyedében szervez egy közös hétvégét, ahol a fiatalokat érintő aktuális kérdésekről beszélgetnek az országot vezető politikusokkal. A mostani rendezvény fő témái a 2019-es feladatok, az európai parlamenti választás fontossága és az ifjúságot érintő intézkedések voltak. Azt kell, hogy elmondjuk, az egy tévképzet, hogy az ellenzéké lennének a fiatalok, a legtöbb fiatal a Fidesz-KDNP szövetséget választja is. Hogyha azokat a kérdéseket nézzük közvéleménykutatásokból, hogy a fiatalok hogy bíznak a jövőjükben, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre inkább bíznak a fiatalok a jövőben, egyre jobbak arra a válaszok, hogy hogy látják a saját jövőjüket, mennyire bíznak 10-20 éves távlatban a hazájukban, és ezt mutatják akár a családalapítás, gyermekvállalás, akár a házasságkötés számának emelkedésével kapcsolatos mutatók. A fiatalokat számtalan új intézkedés segíti 2018-tól, ilyen például, hogy 0%-os lett a tandíjra felvehető diákhitel 2 kamata, valamint növekedett a diákhitel 1 igényelhető összege. Tavaly január 1-től egy sikeres nyelvvizsga után a vizsgadíjat visszatéríti a kormány, valamint a Kressz tanfolyam és a vizsgadíját is visszakaphatják a fiatalok, közölte az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár Máté Szalkán. Ami most 2019-ben az elmúlt héten mindenkit foglalkoztat, miniszterelnök úr évértékelő beszédén bejelentett 7 pontos családvédelmi akcióterv, annak is a legelső pontja a fiatal házasokat segítő életkezdési támogatás, hiszen ebben a pontban benne van, hogyha 40 éven aluli fiatalok házasságot kötnek egymással, 18 és 40 év közötti fiatalokról van szó, akkor a magyar kormány 10 millió forintos támogatással segíti az ő életkezdésüket. Abban az esetben, hogyha 3 gyermeket vállalnak ezek a fiatalok, akkor a 10 millió forintos kölcsönt az automatikusan a magyar kormány átvállalja, és az a fiatalok számára egy 10 millió forintos életkezdéssé minősül át, vagy lényegül át. A felmérések szerint a magyar fiatalok családban képzelik el az életüket, és legalább 2 gyermeket szeretnének, tette hozzá Illés Boglárka. A kormány ezeket a terveket szeretné támogatni a családvédelmi akciótervvel.